Elsősorban a települések önkormányzatainak támogatása a cél, mondta a Tolnámegyei közgyűlés alelnöke. Zsikó Zoltán egy sajtótájékoztató keretein belül jelentette be, hogy az elkövetkezendő időszakban a már meglévő megyei rendezvényeket szeretnék helyi termelőkkel, élménypiaccal kiegészíteni, kulturális programokkal színesíteni. Ennek megvalósításához a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat nyújt segítséget. Ez az Agrárminisztériumnak az egyik háttérintézménye, az e több fő prioritás van megfogalmazva itt különböző programszervezés, vidékfejlesztési szereplőknek a tájékozatása, főképp a vidékfejlesztési programról, illetve a másik fő prioritás az, amiért itt vagyunk, a helyi termékek Kézművei, kézműveseknek a, a termékeinek a népszerűsítése és a lakossághoz való közelebb hozása, tehát ez a, a, a fő prioritás. A rendezvényeken minden korosztály találhat magának kedvére valót, a vásárban és a kulturális eseményeken egyaránt. A tavaszi időszakhoz hasonlóan, mind kulturális tekintetben, mind pedig a helyi termelők tekintetében egy ilyen jótékony összefogás látszik, és ez a jótékony összefogásnak az lesz az eredménye, hogy szép települési adventi rendezvények, jó hangulatú válságok, jó hangulatú kulturális programok lesznek láthatóak és hallhatóak. Tolna megyében december 11-én Pakson, 17-én Bonyhádon, illetve december 18-án pedig Bátaszéken várják majd az érdeklődőket.